Sziasztok! Itt vagyunk a csodálatos napszütötte húsvét hétfőn, és meg fogjuk nézni a Super Mario filmet. Én ebben vagyok is utva mellettem. András a gondolkodó főszervezője. Tartsatok velünk! A Super Mario minden idők egyik legsikeresebb videójáték sorozata, és a Nintendo kereken 30 évvel ezelőtt már próbálkozott egy élőszereplős filmfeldolgozással, ami annyira jól sikerült, hogy a kiotói cég azóta se szívesen nyilatkozik róla. Ám tavaly derültékből villámcsapásként ért minden rajongót, hogy tesznek még egy próbát, igaz ezúttal animációs filmként. A rajongók kicsit szkeptikusak voltak, hiszen hogy lehet egy egész estés mozit készíteni egy olyan játéksorozatból, amiben csak teknősökre ugrálunk, esetleg gokárttal versenyzünk, vagy egymást püföljük. Nos, az Illumination Entertainment tudta a tuti receptet, a Mario film kolosszálisan nagy siker lett, de vajon a mondópercek mindig kritikus stábjának is tetszett? Szóval megnéztük a Super Mario filmet, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Last of Us pontosan egy hónapig volt a legjobb videójáték adaptáció. A Super Mario film igazándiból sokkal jön, ez egy nagyon szórakoztató, viszonylag humoros film, gyerekeknek ideális, aki szerette a Mario-t és a Nintendo játékokat, annak is. Nekem nagyon tetszett, kiváló a zene, fordulatosnak azért nem mondanám, viszont végig izgalmas a cselekmény, jól adaptálták a karaktereket, részemről 8/10. Hát igazából egy teljesen jó filmet kaptunk, arról szól, amiről a címe is, tehát tényleg a Super Mario világába játszódik. Bemutatásra került minden szegmense a játéknak kb. Amit várhattunk volna tőle. Ami kifejezetten különösen tetszett, hogy a zenei megoldások, hogy majdnem az összes jól ismert 16-bites dallam fölcsendül benne, csak szépen modernre költve és csak háttérbe. Ugye az egyik kedvencem az, amikor Bowser zongorázik, ezt majd meglátjátok, tudni fogjátok, hogy miért. Nagyon jól eltalálva, nagyon hangulatosan van megcsinálva a játék, tényleg minden aspektusában figyelve, kikacsintás belőle. Rögtön a legelején van egy hatalmas kikacsintás, a jumping merre tényleg nagyon jól össze lett rakva, sok benne az easter egg, és a története is teljesen jó. Egyszer nem lehet többre aludni. Ennyi volt tehát a mai Mondópercek villámkritikánk. További tartalmakért kövessetek minket közösségi média oldalainkon, Facebookon, YouTube-on, Instagramon és TikTokon. Sziasztok!